állomás, lenti állomás. Köszöntjük kedves utasainkat és minden kedves érdeklődőt. Az ünnepség a vonat beérkezése után emléktábla avatással folytatódik. A vágány mellett nyílik minden szám. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A pozsonyi országgyűlés által 1836-ban elfogadott vasúttörvénynek célja a tengeri kikötők elérése volt. Az 1880-as évek végére megindult ennek ösztönzésére az Úpot-Zalaegerszegen keresztül Csáktornyával összekötő helyi érdekű vasút szervezése, elkészült a 131 km hosszú pálya. Számos történelmi, fontos esemény a II. Világháború, a trianoni békeszerződés II. Világháború, illetve a Titóval való rossz kapcsolat miatt sajnos ennek a vasútvonalnak mondhatnám úgy is, hogy gyászos vége lett, hiszen az 1945. II. Világháború végén teljesen megszűnt. Több gondolat is merült föl a vasút újjáépítésére. Az 1960-as évek óta több alkalommal több tanulmány készült, több tárgyalást folytattak az érdekeltek, és az összeköttetés újbóli megvalósítását az azóta bekövetkezett politikai, gazdasági körülmények, térségfejlesztési elképzelések ismeretében továbbra is indokoltnak tartjuk. Ezért is támogattuk azt a kezdeményezést, hogy a vasútvonal indításának 125. évfordulója alkalmából megemlékezést tartunk itt a lenti vasútállomáson, és ezért indult ez a nosztalgia menet, ami nemrég beérkezett ide a vasútállomásra, és itt a városunkban a felvételi épület mellett a mai ünnepség keretében egy emléktábla kerül felavatásra. Én azt gondolom, nagyon fontos, hogy azokat a településrészeket, amelyet Trianonban vagy a II. Világháborúban szétszakítottak, újra összekösszük. Most itt egy vasútvonal annak idején nyitásán vagyunk, amelyet a politika szétszakított, a térségeket szétszette, a családokat elválasztotta. Én azt gondolom, hogy nem lehet csak pénzkérdés ez. Nagyon fontos, hogy ez a magyar oldalon lévő mintegy 1870 méteres szakaszt, és a horvéd, szlovén részen lévő mintegy 6,5 kilométeres szakaszt újraépítsük. Ezzel összekötjük a térséget, és mindent összekapcsolunk, amelyet régebben összekötött bennünket. Én azt gondolom, hogy egy ilyen jelzéssel fogok élni Orbán Viktor miniszterelnök úr felé, aki szerintem meg fogja hallgatni a mi kérdésünket. Eseményt, mit jelentene a határ túloldalán, ha ez a vasútvonal visszaépülne? Azt hiszem, hogy ez a mai esemény több mint egy szép gesztus és egy nosztalgia a múltra tekintve, hiszen a Moravidéki Magyar Közösség, illetve a lendvai önkormányzat számára is nagyon fontos lenne, hogy ezt a vasútvonalat visszaállítanánk. Sajnos egyelőre szlovén oldalon a nagy politikában úgymond úgy érezzük, sőt a miniszter úrtól a héten kaptunk egy viszonylag negatív választ ezzel kapcsolatosan, de ennek ellenére mi nem fogjuk ezt a kérdést úgymond feladni, hiszen helyi képviselet, mint a határ mindkét oldalán, ha szabad így fogalmazni, megvan most mindkét helyi képviseletben a komoly akarat és elszántság, hogy ezt a projektet megvalósítsuk. Én megmondom őszintén, már annak is örülnék, hogyha első körben akár csak a Lendva-Rédics vasút összeköttetés sor kerülne, és akár Szlovénia belsejével a rácsatolás csak később történne meg, hiszen én azt hiszem, hogy ez a térség számára akkor is nagyon fontos volna, hiszen Horvátország felé így is biztosítva lenne a vasúti közlekedés. Én bízom abban, hogy a
nem sokára sorra kerülő miniszterelnökök találkozóján ez a kérdés mindkét miniszterelnök úr számára egy olyan fontossággal bír majd, hogy végig gondolják a teendőket, és megkeresik azokat a forrásokat, hogy ez a vasút összeköttetés minél előbb megvalósuljon. Hát én azt hiszem, hogy ez a 125 év, függetlenül az előbbi gondolatoktól, mégiscsak egy születésnap, és hát ennek a megünneplésére jöttünk össze, köszöntésére jöttünk össze, és hát én is szeretném a köszönetemet kifejezni Kovács Ákosnak, aki ennek a ünnepségnek, ennek a mai programnak a lelkes szervezője, ötletadója. Én magam annak idején, fiatal koromban egy Magyarország térképen egy fűztollal mindig behúztam azokat a vonalakat, amelyiken utaztam. Elég sok mindenfelre jártam, természetesen nem mindegyiken, de ez az Zalaegerszeg-Lédicsi akkor nekem még hiányzott, és én 1988-ban kerültem ennek a vonalnak vonalbiztosaként a Szombathelyi Igazgatóságra. Első feladatom akkor az volt, az osztályvezető úrtól azt kaptam, hogy nézzem meg, hogy Lent és Lédics között tengelyterhelés, sebességet, állapotokat hogy tudnánk javítani. Ennek 27 esztendeje, na hát valljuk be őszintén, és akkor itt egy kicsit talán most a hegyekre gondolok, hogy nem sikerült. Tehát itt-ott valamilyen előrelépés történt, de gyökeresen nem sikerült megfordítani. Azt kell mondani, hogy 125 évvel ezelőtt óriási tett volt ennek a vasútvonalnak a megépítése, elindulása. Egy régi újságból olvasva azt néztük, hogy körülbelül akkora tettnek számított abba a korban, mintha egy repteret építenénk ma. A jelentősége pedig azt gondolom, hogy három szinten is megjelenik. Az első az, hogy szimbolikus lenne az összeköttetés, és ezért kell is dolgoznunk, mert talán ez az egyetlen olyan határon túli magyarokat is összekötő közlekedési rész, ami még nincs meg. És hát ha nézzük, akkor sem közúton, sem vasúton. A másik pedig, hogy gazdasági szempontból a megye számára rendkívül fontos, és talán mondhatjuk úgy, hogy a megyén keresztül az ország számára is, hisz a koperi kikötőt talán el lehetne érni erről a vasútvonalról is. A harmadik pedig a turisztikai jelentősége. Azt látjuk, hogy ennek a térségnek magában az itt levő természeti értékek azok, amelyek a legszebbek, a legjobbak, és hát nem elfelejthető az, hogy a vasútvonal Zalaegerszeg-Lenti között olyan településeket tár fel, ahonnan a munkaerő is csak így közelítheti meg a munkahelyet, vagy legfeljebb buszjárattal. Tehát van bőven oka, hogy ez a vasútvonal megépüljön, és nekünk pedig van feladatunk, és azt hiszem, hogy szükség is van arra, hogy ezen dolgozzunk, és bízom benne, hogy hát ha nem is a közeljövőben, de néhány év múlva a terveink azok el fognak készülni erre a vasút szárny visszaállításra.